A számítógépeket még a barátnőmnél szerettem meg, nála kezdtem el építgetni a számítógépeket, meg megtanulni használni őket egyáltalán. Akkoriban még 3.1-es Windows volt, viszont kijött a Windows 95, és hát a Windows 95 megjelenésével jöttek a DirectX-es játékok, meg a Win95-nek is hatalmas volt a gépigénye a 3.1-hez képest. Emlékszem, még floppy-ról telepítettem Win95-et, mert állandóan széthullott, egy halomfos volt az egész, de tényleg, tehát kb. Hetente újra lehetett telepíteni, hogy így működjön valahogy. És akkoriban ugye még a Virtual World-ben dolgoztam, és az ott megkeresett pénzen nagy részét, nem kellett elkölteni lakhatásra, mert barátnőmnek nél laktam, meg így, hát semmire, ruhákat nem nagyon vettem, úgyhogy a számítógépére költöttem, vettem új alaplapot, processzort, videókártyát, és így tuningolgattam a gépet, és jó érzés volt újra ilyen kis műtyűrökkel foglalkozni, csarokat behajtani. Én ezt tényleg szerettem, most is szeretek egyébként, így a múltkor elmentem egy ismerősen segíteni, IKEA bútort összerakni, csak mert hogy így élvezem a szerelgetést, meg azt, hogy épít az ember valamit. Szóval ott a barátnőmnek köszönhetően megtanultam a számítógépek világát, a Windows 95 világát, aztán mindenféle játékoknak a világát. Ugye a Virtual World az egy PC-s játék kölcsönző volt elsősorban, és bármilyen játékot hazavihettem, tehát az a mennyország volt, hogy vittem haza CD-n játékokat, végigjátszottuk, és akkor visszavittem. Ez nem került pénzembe, és hát így eléggé képben voltam akkoriban játék ügyileg, meg számítógép ügyileg. És amikor a barátommal, akit a Virtual World-be ismertem meg, Gábor, a későbbi üzlettársamat, vele találtuk ki, hogy csináljunk valami bizniszt. És akkor volt ez a netkávézó ötlet, de a nagyon nagy ötlet az volt, hogy akkoriban hozta ki az Orhid a 3DFX kártyait, ami egy 3D-s gyorsító kártya volt, amit úgy képzeljétek el, hogy akkoriban a Quake az egy ilyen 640x480-as pixel halom volt, talán 800x600 befutott egyes gépeken, megvetted ezt a kártyát, betetted a gépbe, és ilyen csodálatos lett a grafika, tehát eltűntek a pixelek, anti-aliasing, érsimítás, így folyt az egész 120 FPS-sel, és ez ilyen Pentium 200-as korszak volt, tehát azt hiszem P200 volt a leggyorsabb processzor, akkoriban megvehető volt, és kitaláltuk, hogy a Gábornak a cége behozza ezeket, nekik volt tőkéjük, és mi meg eladjuk egy ilyen kiskerboltba, és mellette meg a netkávézó, meg ilyen számítógép értékesítés, és hogy milyen jó lesz. Tehát üzletérve ez nem volt, csak fejben, tényleg, egy fejben létezett, és akkor 98-ban kivettünk egy ilyen, hát nem is olyan kicsi bolt volt a Nefelejts utcában, a 7. kerületben, elég durva környék volt, főleg esténként, és ilyen, azt hiszem, hát talán 60 négyzetméter volt, 60 vagy 65 négyzetméteres bolt, ebből 40 volt az eladó rész, és akkor a maradék az meg a raktár rész volt, és kivettük ezt a boltot, kifestettük, a Gabi tesója nagyon sok mindenben segített, építettünk bútort, ilyen bútorlapokból, meg polcokat raktunk össze, bejárati ajtót csináltunk acélból, meg beüvegeztük, lefestettük, tehát összeraktunk egy boltot. És a polcon üres dobozok voltak, mert pénzünk az nem volt. Tehát volt számítógépünk, azt oda vittük, pénzünk az nem volt, meg ami volt, azt ráköltöttük a bérleti díjnak az előlegére, meg a festékre, meg a polcokra, és hogy kéregettem ismerősöktől ilyen üres PC-s dobozokat. Tehát, hogy azokat tettük ki a polcra, és ha valaki bejött, akkor hát ilyen rendelésre nyilván. Szóval az nagyon vicces időszak volt. A PC guruban csináltattunk egyoldalas reklámot, hogy Atlantis néven új bolt, és mi megmutatjuk neked a 3D-t, és hogy olyan grafikát fogsz látni, mint még életedben soha. És egyébként nagyon drágák voltak ezek a kártyák, 86 ezer forint volt a kiskerára ennek az Orhid kártyának, ami akkoriban rettentő sok pénz volt. Tehát, mint hogyha most, nem is tudom, 500 000 forintba kerülne egy ilyen gyorsító kártya, vagy akár még többet. Tehát tényleg drágák voltak. De gondoltuk, hogy behozunk egy csomót, és így mindenki venni fogja, mint a cukrot, mert akkoriban nem voltak még ilyenek Magyarországon, és így a Gabiék találtak rá erre, hogy fú, de jó lesz. És egyébként tényleg jó is lett volna. A probléma az volt, hogy nem jöttek meg a kártyák. Viszont azért a bolt az létezett, és hogy elkezdtünk ilyen PC-ket összerakosgatni, bejöttek emberek, valahogy megtaláltak minket az egyoldalas hirdetés után, amit a PC grupban jó drágán, nagy kedvezményeket kaptunk, de akkor is nagyon drágán csináltunk.
Viszont én két legyet ütöttem egy csapásra, mert hogy volt hol laknom, én ott laktam ebben a boltban, a földön aludtam egy szivacson, és volt munkám is egyszerre, és hát vállalkozó lettem. És tévedés ne essék, nem azért lettem vállalkozó, mert már hogy fú, de jó lesz segíteni az embereknek új PC-ket összerakni, és hogy adjunk valamit az emberiségnek. Á, nagy lószart, gazdag akartam lenni, Mercedes-t akartam. Valahogy így volt ilyen kattanás, hogy hát ez az orhidós biznisz, ez bejön, és így milliómosok leszünk, és veszek egy jó kis Mercedes-t, és azzal fog járni, és lesz. Akkoriban szakítottam a barátnőm egy másfél év után, csak így megbeszéltük, hogy nem működik, tehát így azóta is jobban vagyunk egyébként. És akkor kitaláltam, hogy az a tudok csajozni a jó kis Mercivel, és hogy hát ez volt az elgondolás, aztán a valóság az általában picit más, de ezért csináltam, meg azért, mert nem akartam főnököt magamnak. Tehát egyszerűen így a legtöbb munkahelyemen az volt, hogy úgy éreztem, hogy a főnökök azok ilyen hülyeségeket találnak ki, amit így ráerőszakolnak az alkalmazottakra, és az alkalmazott ettől rosszul érzi magát, meg ilyen rossz kedvel megy be dolgozni, és ez nem jó, mert hogy az alkalmazottnak jókedvűnek kell lenni, vagy aki bármilyen bizniszt csinál, és akkor jól fog menni a munka, meg akkor lesz pénz, meg a vevők is jókedvűen jönnek be bármilyen boltba, üzletbe, étteremben. Például ezt a Béláéktól tanultam meg a Szigeten, hogy ott nagyon családias hangulatban dolgoztunk, meg a Ferencvárosi Műfházban is. Tehát ott ismerősök dolgoztak, a Béláéknak az ismerősei, én, a barátnőm, a barátnőm barátnője. Tehát, hogy ilyen családias volt az egész, és így imádtuk csinálni, és így szórtuk ki a hektószámra a söröket éjszakánként, és mindenki kidolgozta beléd, de jókedvűek voltunk, és előtte ez a gyárban, vagy például a Szecsuában, ez nem volt, ott mindig csak a cseszegetés ment. A gyárban például már nem volt munka vége felé, és akkor jöttek a főnökök, hogy csináljunk úgy, mintha lenne munka. Mert jönnek a fejesek, és csináljunk úgy, mintha lenne munka. És ettől így megőrültem, és akkor a vége az volt, hogy a Simpsonot a parkolóba szétszettem, ugye be lehetett állni a gyári parkolóba, lent a parkolóba gyorsan leszettem a dekniket, meg a hengerfejet, meg ilyesmit, és akkor azt políroztam az esztergapadon. Tehát ilyen hülyeségeket csináltunk, mert már a főnökség az nem látta az egészet, hogy nyilván ki lehetett volna találni valamit, de ezek nem voltak okosak, szóval nem nagyon gondolkoztak ezen. Vissza 98-99-ben, apámmal akkoriban kb. Rendeződött a viszonyunk, beálltunk egy ilyen, mint a kapcsolatokban ez a sevelet se nélküled helyzet, tehát tudnám mondani, viszont akkor már volt barátnője. Még jóval korábban történt, még én hoztam össze. Randizgattam egy lányjal, nagyon cuki volt, de mi nem jöttünk össze, viszont összehoztuk a szüleinket. Tényleg. Tehát így valahogy szóba került, hogy az anyukája egyedül van, nem tudom miért, már nem emlékszem, és akkor én is elmeséltem neki a sztorit, hogy apám egyedül van, és így voltak ilyen próbálkozásai, ismerkedett az újságokból, volt ilyen hirdetésfeladás, és találkozott is emberekkel, de nem volt egyik se jó. Viszont ennek a lánynak az anyukája ilyen picike volt, aranyos, kismerű, vékony, sportos, cuki volt, és akkor így gondoltuk, hogy összehozzuk őket, és összehoztuk. Az durva, hogy összejöttek, és együtt is maradtak. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt nem teszem meg, akkor valószínűleg így más lett volna a szitu, mert onnantól kezdve, hogy apámnak lett egy társa, nem tudom, hogy szerelmes volt-e, szerintem soha nem szeretett annyira senkit többé, mint anyukámat. Anyukám után voltak kapcsolatai egy-kettő, de én nem láttam rajta azt a hűden nagy szerelmet, talán csak egyszer, de ezzel a nővel tök jól el voltak. Tehát így egyszerűen csak jól el voltak. Motorcsónakáztak, elmentek nyaralni ide-oda. Apám akkor már közös képviselő volt, nyugdíjazták, leszázalékolták a mindenféle betegsége miatt. És így ez így el voltak. És én már nem raktam otthon jó ideje, tehát ismerősöknél laktam, aztán ugye boltomban laktam. És amikor találkoztam apámmal, akkor nyilván volt ez a piszkálódás a részéről, semmi nem volt jó, de például volt, hogy bejött a Ne Felejts utcai boltba, és egyszer csak elkezdett ott hátul valamit vésni. Tehát hozott egy kalapácsot, meg a vésőt, és elkezdte vésni a raktárban a falat. És hátra, hogy te mi a jó Isten csinálsz, hogy Jézus Isten, és így nézve, hogy egy lukakat vés a falba, azt mondja, hogy csinál nekem egy galériát. Oké. Okay. Tehát apám ilyen volt, hogy láttam, hogy ilyenkor hagyni kell, tehát ő fejébe vett valamit, én is ilyen vagyok egyébként, akkor hagyni kell, hogy csinálja, és így épített egy galériát. Aztán jött következő héten, és hozott egy ágykeretet, aztán utána hozott bele egy matracot, és azért, hogy ne a földön aludjak.
Mert ő tudta, hogy volt, hogy este is ott volt, és akkor valamiért beugrott, és akkor számítógépekkel foglalkozott, de nem foglalkozott, hanem kellett a munkájához a közös képviselő munkához, és mindig kellett valami kütyű neki, amihez hozzámért. Nyilván azért jött, hogy találkozzon velem, és akkor azt mondja, hogy kell valami csavar, vagy nem tudom, vagy egy videókártya, tök mindegy. És hogy látta, hogy a földön alszom egy matracon, és csinált nekem egy galériát, meg egy ágyat, tehát ilyen is tudott lenni. Rengeteget kvékeztünk akkoriban. A PC Guru révén, mivel hirdettünk a PC Guruban, megismertem a gurusokat. Hát ők ugyanolyanok voltak, mint én. Nálam talán egy picit fiatalabbak voltak. Én akkoriban voltam, hogy is volt, 2000-ben tartunk majdnem. Ugye akkor az azt jelenti, hogy 26 éves voltam, 24-26 éves korom között volt ez. És ők meg voltak ilyen 20 éves körül is srácok, újságírók, például Csongor, Sasa, a Bert ismertem a PC Guruból, a Segment, tehát egy csomó mindenkit, aki annyi idős, mint én, az most tudja, hogy kikről beszélek. És ők bejártak hozzám, mert nálunk mindig a leghigh-endebb gépek voltak, nyilván így kellett a csúcs technológia, és azért kellett egyébként, mert rájöttem, hogy ha nálunk ilyen high-end cuccok vannak, az bevonza az embereket, meg az újságírókat, és azért ingyen reklámot kapunk. Az emberek meg azt mondják, hogy hát, hogyha ezeknek ilyen high-end cuccai vannak, akkor biztos értenek hozzá, és akkor vásárolok tőlük, és ez így működött is. Orhid az nem volt, mert az Orhid az nem jött be az országba, az nagyon nagy szenvedés volt, de mindjárt visszatérek. Szóval rengeteget kvékeztünk, és nagyon sok új embert ismertem meg, meg új barátságok is kezdtek szövődni. Például volt egy srác, aki fiatal volt, Tatkom volt a beceneve, és még szinte gyerek volt, nálam kezdett el dolgozni először, és én nevelgettem föl, most pedig felnőtt ember, és két gyereke és felesége van, tök fura az egész. Rengeteget végeztünk tehát, és nem nagyon aludtunk, voltak nagyon durva bulikák ezekkel a srácokkal, az új barátaimmal, ilyen Q-Clubs-ba jártunk, tehát így nyilván szétcsapva magunkat, meg mindent kipróbáltunk, amit akkoriban lehetett és hozzá lehetett férni. Nem vagyok rá büszke, de én azt gondolom, hogy mindent ki kell próbálni. Egyszer kivéve a heroint, azt nem szabad, azt tudjuk. Szóval ezt felejtsétek el, amit mondtam, de bevallom tényleg, tehát így éltünk bizonyos tudatmódosítószerekkel néha. De volt annyi eszünk, hogy nem szokunk rá sem ilyesmire, és így dolgoztunk leginkább, azért sem nagyon lehetett szétcsapva fölkelni reggelente. Aztán időközben összejöttem a Váci lánnyal, aki életem egyik legnagyobb szerelme volt, és a Duna Plázában ismerkedtem meg vele, hostess volt, és így én nem szoktam oda menni senkihez, nem szoktam cseszegetni lányokat, nőket, manapság se, akkor sem, de ez annyira tetszett ez a lány, hogy egyszerűen oda mentem egy ilyen kiállításon a Duna Plázában, lent ott még jégpálya is volt akkoriban, és ott volt valami számítástechnikai kiállítás, oda mentem hozzá, és így valami hülye dumával, hogy hát, hogy néha nekem is szükségem a hostessekre, és hogy megadná a számát. És akkor megadta a számát, következő kiállításra, ami két hét múlva volt, meghívtam hostessként, és hát összejöttünk. Nagyon-nagyon tetszett, brutálisan gyönyörű, szép lány volt, iszonyú jó fej is volt, és összejöttünk, és azt hiszem életemben akkor voltam először újra boldog a baleset után. Ez a lány boldoggá, tehát úgy igazán. Előtte is voltak azért boldog pillanatok, de akkor ki is mondtam neki a lánynak, hogy figyelj, most érzem, hogy boldog vagyok. És mindez két hétig tartott. Mert hogy kitalálta, hogy hát neki hiányzik a volt pasi, aki felhívta, és írt neki a telefonba, és rájött, hogy őt még mindig szereti, és hogy nem hagyhatja egyedül, és vissza kell menni hozzá. Mert mondta neki, hogy figyelj, menj vissza, de nem fog működni, mert eljöttél, és onnantól kezdve, hogy összejöttél velem, ez fogja hánytorgatni, és így ezt tudjuk, hogy ez nem működik már ilyenkor, a legritkább esetben működik, de mindegy, visszament, én meg otthon zokogtam, illetve hát a boltomban zokogtam esténként, és itt teljesen kioltam. Aztán egy hét múlva felhívott, hogy hát rájött, hogy az már nem működik, és hogy akkor így találkozhatnánk, és akkor találkoztunk, visszajött. Aztán két hét múlva megint a csávóhoz, aztán... És ez ment hónapokig. Emlékszem, hogy akkor a Pannonnak volt valami akció, hogy este 8 után ingyen lehetett beszélni. Nekem így is valami 40 ezer forintos telefonszámlám volt akkoriban, úgyhogy este 8 után ingyen lehetett beszélni. A lány döntésképtelen volt, és így oda-vissza mászkál. Miatta vettem meg életem első autóját, egy valami F-Astra volt, az még az a régi gömbölyű, még rendőrök jártak sokáig ilyen Astrákkal. Azt vettem természetesen hitelre, valami 600 ezer forintért a lánynak az apjától, egyébként aki autókereskedésben dolgozott, és jogsi nélkül vettem meg, mert hogy tehát
a cég mellett, meg emellett a lány mellett semmire nem volt időm se aludni. Igazából dolgozni sem nagyon volt időm, mert csak ezzel foglalkoztam, mint a hülye. Így próbáltam ezt a boldogságot megtartani. Nyilván hülye voltam. És jogsi nélkül mászkáltam az autóval, az is tök hülyeség volt. Rengetegszer megbüntetett a rendőr, Vácról hazafelé jövett hajnalban, nyilván mindig félreállítottak, és így megbüntettek, és így nem is értettek, hogy mi az, hogy jogsi nélkül vezetek, és ezért így mindig el is engedtek. Megbüntettek, és akkor jóval menjen tovább. Nyilván zsebbe kellett fizetni, tehát akkoriban ez alap volt tulajdonképpen. És nem is tudom, ez ment hónapokig. Ja, majd még visszatérek erre. Közben az Orchid Business az teljesen befutcsolt, mert egyszerűen nem tudtak szállítani. Tehát az volt, hogy a cég, akitől vettük volna, ez nem tudott behozni ilyen kártyát, úgyhogy a vége az lett, hogy mi behirdettük jól, nem volt, csak pár darab ilyen kártyát kaptunk, és azonnal el is adtuk. Tehát ha lett volna, akkor tényleg azonnal milliómosok lettünk volna. De az a lényeg, hogy mindenki elkezdte közben forgalmazni Budapesten meg Magyarországon ezeket a gyorsító kártyákat, lett a konkurenciának is, jött a Monster 3D kártya, és szégyen szemre mi a konkurens cégektől voltunk kénytelenek venni a konkurens termékeket, amiket aztán eladtunk a boltban, de tehát egy szívás volt az egész, és elkezdtem kölcsönöket fölvenni, hogy életbe tartsam a boltot. A Gabinak közben volt munkája, nem tudott ott lenni, nem tudott annyit foglalkozni vele. Én ott ugye már mindenféle uzsorakamatra vettem a kölcsönöket, amiket aztán így nem is tudom, hogy hogyan sikerült visszafizetni, tehát így borzasztó volt. A barátaimtól kéregettem kölcsönpénzeket, hogy ki tudjam fizetni a bérleti díjakat. És ilyen borzasztó volt az egész, közben ez a lány szivatott iszonyatosan, lelkileg teljesen így totál készen voltam. És hát ez ment. Viszont közben elkezdtünk házimozival is foglalkozni, mert kitaláltuk, hogy a házimozi az így akkoriban indult be, és ez elég jól működött. Tehát a PC bolt az volt mindenhol, de házimozi bolt azok nem nagyon voltak még. Tehát egyszerűen akkor lett elérhető áru házimozi rendszer, akkor jött be ez az 5.1. Akkor jöttek be az 5.1-es hangkártyák, és hogy az egész gerjesztette, meg jöttek az LCD TV-k, és hatalmas robbanás volt, és valahogy erre ráéreztünk, hogy akkor házi mozit. Először csak így magunknak vettünk valami hangfalakat, és rájöttünk, hogy ezeket árulni kéne. Úgyhogy azt hiszem a Quadrál hangfalakkal, meg a Yamahával kezdtünk, még az Albacomból vettük őket. Ja igen, tudom, hogy fizettem ki a tartozásokat. Rengeteg árut hoztunk bizományba, és amit eladtunk, azt oké, kifizettük, de hogy a bizományos árunknak csak egy részét fizettük ki, a másik részét ráköltöttem adósságokra, és akkor ez így lehetett így görgetni magunk előtt. Az volt a lényeg, hogy az eladásodnak nőnie kell, mert akkor mindig több árut tudsz elhozni bizóba, és amíg fizetett ki a régit, addig nincsen gond. Hát biztos tudjátok, ez a kölcsönkér 100 forintot, a következőtől 200-at, abból visszaadod a 100-at, de 50-et meg közben elköltesz, és így tovább. Tehát hogy én ezt csináltam, mert hát nem nagyon van más választás az embernek. Ha csak nincs faternak rengeteg sok tőkéje, meg nem gazdag családból jön az ember, akkor egy vállalkozás az kb. Így működött a 2000-es években. Szóval ment a házimozi, és kitaláltuk, hogy költözünk át egy nagyobb boltba, meg ott a Nefelejts utca az elég gáz környék volt, és akkor átköltöztünk a Hegedűzsgyula utcába, ami egy 130 négyzetméteres szuterén volt, és akkor kitaláltuk, hogy ott csinálunk egy hangszigetelt bemutatótermet, és akkor ott lesz a házimozi, kívül meg a PC, meg Xbox még nem volt, de mondjuk PlayStation volt, meg DVD kölcsönzés, tehát egy tök jó kitaláltuk, plusz ugye ott is tudtam lakni, és sokkal jobb körülmények között, tehát volt például konyha, a régi helyen nem volt, nem is tudom mit tettem, meki kaján értem egyfolytában. És átköltöztünk a Hegedűzsgyula utcába, és akkor ott ment a házimozi, ez a lány pedig tovább szivatott. És akkor már eléggé kivoltam, úgyhogy azt hiszem nagyon-nagyon nehezen, de sikerült véget vetni neki, ennek a kapcsolatnak. Kiment Amerikába egyébként, és ott férhez ment, de így örültem is neki, hogy jó, akkor vége. Kb. 50-szer ment vissza volt Paliához, meg hozzám, és én ezt hagytam. Egyszerűen hülyeség volt az első, vagy a második, után kellett volna azt mondani, hogy soha többet ne hívjál, és így felejtsük el egymást, és utána tovább lépni. De hát szerelmes az ember, olyankor nehéz mit csinálni. Szóval ott ültem a Hegedűzsgyula utcában. Akkor még Atlantisnak hívtak minket, még a Gabi volt az üzlettársam, és csetelgettem. És akkor jött a következő szívás, de ezt már a következő részben folytatom.